Sziasztok! A mai videóban ezt a komódot fogom átalakítani, méghozzá egy különleges kerámia alapú falfestéket fogok használni hozzá, ami foltáló és mosható, és ez a magnat keramik. Ez ugyanis nem csak falfestésre, hanem ilyen DIY ötletekre is nagyon jól felhasználható. Hogyha maradt egy kicsit a falfesték után valamilyen szín, vagy szeretnétek harmonizálni a fal színéhez a bútorotokat, akkor ti is megvalósíthattok belőle egy ilyen kis DIY projektet. Első lépésként elemeire szedem a bútort, hogy könnyen festhető felületeket kapjak, és előkészítem festésre. Attól függően, hogy milyen az alapunk, tehát mondjuk egy nyers fa felületednél, csiszolással és portalanyítással kell kezdeni. Hogyha valamilyen régi bútordarabot frissítetek föl, akkor is hasonlóan érdemes eljárni, esetleg egy kicsit alaposabb csiszolást, zsírtalanítást és portalanyítást bevetni. A festéket alaposan felkeverem, és egy festőhenger segítségével elkezdem a festést. A festékeket egy rétegben viszem föl, mert gyönyörűen takar már így is, és még egy picit látszódik a fa erezete textúrája. Ahhoz, hogy egy kicsit különlegesebb hatást érjek el, én most 3 különböző színt használok, és a fiókokat átmenetesre festem meg. Az alsó fiókon ugyanazt a sötét szürkét használom, mint amit a korpuszra kenek, a középső fiókra egy közepes árnyalatot, és a felsőre meg egy ilyen nagyon légies, világos szürkét. Megvárom, míg teljesen megszárad a felület, és kezdődhet a szekrényke összeállítása. Visszateszem a fiókokat, új bútorgombokat szerelek be, és kész is vagyok. Ez egy nagyon egyszerű kis DIY projekt, úgyhogy bátran javaslom kezdőknek is a kipróbálását, és hatalmas a változás. A végeredmény garantált sikerélmény lesz. Iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, hogyha legközelebb is szeretnétek ilyen inspirációt látni. Sziasztok, szép kreatív napot!